Üdv mindenkinek, én Zsombor vagyok, és folytatjuk a Sonic Unleashed-et. Mégpedig legutóbb ígértem, hogy kettő TLS-es pályát megcsinálok, meg igazából csak kettő TLS-es pálya van, és van még egy utolsó pályánk, az Eggmanland, amivel szerintem azzal fogjuk most kezdeni, mert elég hosszú, és elég nehéz, nem is szaporítom tovább a szót, kezdjük. Na. Mivel ez az utolsó pálya, ezért nagyon epikusra akarták csinálni a készítők, ezzel viszont azt érték el, hogy baromi nehéz lett, mert minden egyes olyan dolog benne van ebbe a pályába, ritka kivétellel nem, tehát hogy olyan dolgok vannak benne ebben a pályában, amik az eddigi pályákban is benne voltak. Na végre. Kb. Kétszer teszteltem eddig a felvételt, és mindig itt csesztem el, pedig lesznek még nehezebb részei is a pályának. Na szóval, ez sikerült a legnehezebben és az egyik leghosszabban. Említettem, hogy adavat hosszú. Hát akkor ez még hosszabb, csak azért szaggat kevésbé, mert nem megyünk benne olyan eszeveszettől gyorsan, mert mindig van előttünk valami. És mert van benne vérdisznó gameplay. És a másik különleges dolog, ha már itt tartunk, hogy pályánként tudjuk váltogatni, hogy mi most nappali Sonickal legyünk, vagy éjjeli Sonickal. Tehát, hogy a vérdisznóval, vagy a sima Sonickal. Kinyírom az ellenfeleket, hát most rajtam ne bújjék. Úgyis csak idegesíteni fognak, ha nem nyírom ki. Jó, van életpont feltöltő, de nagyon nincs rá szükség. Gyűrűket felszedem. Mert felszedem. Ott van fönt egy élet, de most amúgy is maxolva van. Ezek az ellenfeleket még nem nyírom ki. Nem fogom húzni vele az időt. Semmi jelentősége nincs annak, hogy aki nyírod vagy nem. Ha csak simán ide fel tudod kerülni. Fel tudsz kerülni, bocsánat. Ja, onnan jönnek ki ezek a lézeren túl ezek a cuccok, hogy még véletlenül se lehessen oda elmenni. Hát kicsikét leegyszerűsítették a dizájnt, de igazából tök mindegy. Ez amúgy is egy rohadt nehéz pálya. Jó, ez még a pálya eleje, de még nagyon nem tűnik nehéznek, de még a többi részt nem is láttátok. Na szóval, ebben a pályában minden olyan dolog benne van, amit eddig kellett, hogy használjunk. Tehát minden skilles dolog, amit eddig begyakoroltatott velünk a játék, azt most használnunk kell itt. És most nem a vérdisznónak a skilljeire gondoltam, hanem azokra a dolgokra, amiket a pályákon gyakoroltat be velünk a játék. Annak nagy részét kell használnunk. Például driftelnünk azt, ha jól emlékszem, nem kell nappali Sonickal, de majd lesz itt más is. Más egyéb finomság idézőjelben. Kicsikét olyan, mint a régi Sonic játékokban a Sonic Final bossok. Mármint, hogy nem a legrégebbi Sonic játékoknál, és nem is a Final bossok, hanem az utolsó pályák. A last epizódos pályák. Tehát, hogy ott is mindent begyakoroltat velünk a játék. Oké, vannak benne újítások, azt aláírom. De ezek az újításokat, azokat az újításokat is már vagy láttuk valahol, vagy ugyanígy tűnnek, vagy nem teljesen ugyanígy tűnnek fel. Na, oda meg nem minden, hogy föl fogok jutni, mert 10-ből 9... Na, feljutottam. Mondtam, hogy 10-ből 9-szer úgyse jutok föl. Na, és most figyeljetek. Aki játszott a Sonic Colors-zal, az biztos tudja, hogy ez az Asteroid Coaster-ben is benne van. Viszont jön a meglepetés, ugyanis... nem tudom, emlékeztek a kulacs pályának a szánkózós részére, és hirtelen így szánkóvá vált. Idézőjelben. Na, és... Jaj, ne! Oké. Nem hittem volna, hogy ilyen hamar meghalok. Még a lézernél ugrós rész szánkóval még az nem is volt meg. Na mindegy. A kulacsben történt velem ilyen, de a betűnök meg tudok fékezni. Na, és azt akartam mondani... Mármint, hogy nem fékezni azt nyilván nem lehet. Max lassítani kicsit. A lézerekre kell vigyázni. Na és van egy olyan bugja a játéknak, hogy eltűnik ez a...
eltűnik a idézőjelben szánkószerűség alattunk, viszont Sonic animációja meg még ugyanúgy megmaradt. Azt szerintem az előbb is láttátok egy pillanatra, onnan jutott eszembe. Ah, nincs gyűrűm. Most már van. Na, most jön a nehéz rész, aminél mindig elszenvedek. Ah, nem. Ez az most sikerült. Eddig még csak egyszer döglöttünk meg. Jól van. Ilyen rövidke izrét adott. Jó, nem, itt még nincs rejtett része a pályának. Azért néztem oda hátra. Na. Ez a másik olyan rész, ahol többek között halálokat fogunk elszenvedni. Én mindig itt megyek. Nekem ez biztosabb. Nem érdekel, hogy ott vannak a gyűrűk. Majd lesz velük valami. Ja, mint láthatjátok, lávon alattunk. És ilyen pálya, ha jól emlékszem, nincs még egy, ahol láva van alattunk. Nem tudom, valamiért engem a... Nem játszottam a Sonic and the Secret Rings-el, de valamiért az Evil Foundry-re emlékeztet ez a rész. Jó, mondjuk a Secret Rings-ről láttam gameplay-eket, de nem játszottam a játékkal, meg a cutscene-jeit megnéztem igazából, és egész jó, bár amiket hallottam róla, elég nehezen irányítható a Wiimote-tal. Na de most kanyarodjunk vissza az Unleashed-hez. Ezeket meg nem kötelező kinyírni. Én csak azért nyírom ki, mert nincs jobb dolgom. Várjál, ott mi van? Na minden, nem érdekel. Várjál, ütős erősítő vagy pajzs. Ja nem, feltölti az állést pontunkat. Tudjátok mit? Fuck it, a varázslót már nem győzöm le. Elég, hogyha ezt a kart lehúzom. Hogy élet újra az a robot? De? Nem fogod meg újra, mert akkor visszamegy a kapu. Puff, na, epikus, nehéz rész. Ennél amúgy van egy nagyon jó kis elrepülős bug, de azt most nem akarom megmutatni. Tudjátok, beaktiválom az Unleashed módot, hogy gyorsabbak legyünk és ne sebződjünk meg ennél a résztél. Na, ezt speedrunba így kéne megcsinálni, szimplán viszont így, hogy végigmászunk rajta. Meg nem volt úgy ötlet beaktiválni az Unleashed módot, mert most meg ez túl gyors lesz nekem. De milyen szépen folyt le a háttérben az a láva. Nincs annyira kidolgozva, de szépen volt megcsinálva. Én erre megyek, mert erre megyek. Ebben az útvonalban bízom többnyire. Ja, és majdnem elfelejtettem mondani. Eggman-Land Day változatából Ashzone csinált egy remixet. És hallgassátok, egy Generations remixet még hozzá. És amúgy a Sonic Colors-ból a Sweet Mountain-ből is csinált egyet. Egy klasszik remixet, de Eggman-Landből meg egy modern, Crisis City-hez hasonlót. Azok voltak az első alkotásai neki. Még 2013 környékén. Na, azt hittem rá esek arra a cuccra, de nem. Eddig pont egy olyan helyen haltunk meg, ahol nem szoktunk. De érdekes. A Sonic Unleashed-nál, amikor pofázok, akkor többé-kevésbé működni szokott az, hogy jól megy. Tehát, hogy... Tudjátok mit? Nem nyírom ki a robotokat, nem érdekel. Ennyi robotot nem fogok kinyírni. Amikor... mini robotok át ne menjenek. Na. És amúgy nem tudunk átvizelni, mert a Verognak nem működik az az animációja, mivel ki tudna repülni a másik részre. De nem is akarok most kísérletezni. Hoppá. Na, a másik rész, ahol mindig el fogunk szenvedni egy halált, az ez. Mármint nem a robot, hanem ezek a tologatós cuccok. Ezek a röhögő tologatós cuccok, amik az Asteroid Coasterben is benne vannak a Colors-ból. Itt meg ki kell várni, hogy mikor jönnek a platformok. Hát ja, ötletes. És az ilyen platform kihívásokat szeretem egyébként, nem ezeket a túl bonyolított dolgokat. Ne! Oh! De mindegy, legalább beindítottuk. Mert ezt így kell beindítani. Hogy odaállunk alá, és akkor folyamatosan megy utána. Feeling good.
Ouch. Ki tudja, lehet, hogy ebben a videóban csak a fuck. Feeling good, aztán meghaltam. Jól van. Ez érdekes volt. Ezt a gombkombinációt általában mindig elrontom, hogyha nem koncentrálok annyira. Úgy is például csak közepesen koncentrálok. De lehet, hogy mindjárt jobban kell. Na, sőt, mondok jobbat, ennél a résznél már biztosan lesz... Kell. Úgy mondom inkább, hogy kell. Jó, eddig kétszer döglöttünk meg. S-rankunk biztosan nem lesz már. De nem is S-rankra megyek most, mert ez úgyse fog menni. Itt meg ha ugrasz, akkor tudod kicsikét gyorsítani magadat, de a lézerekre vigyázni kell. Ah, és ez most sikerült. Jól van. Na, itt meg vigyázni kell. Lesz egy-két becsapós rész itt. Jó, egy élet, de a... Ja, tényleg maxolva is van. Akkor már minek? De nem baj, nem érdekel. Megyünk tovább. Na, és most lesz egy kicsikét hülyén... Na. Ez a része nem mindig működik a pályának, tehát hogy nem mindig érzékeli azt, hogy ott van ez a kilövő. És néha, amikor rá akarnék homingetekelni, azt érzékeli, hogy még mindig 2D-ben vagyok. És egyszerűen nem bírja feldolgozni a játék, hogy hogyan... Áine! Szerintem ez a rész, aminél még a vesztem lesz, ha nem figyelek. Mert hogyha itt elrontom, már nem. Oké, most már működik. Na, itt egy picikét szaggatott, ha láttátok. És egy pillanatra a háttérből lehetett látni azt, hogy csak oda teleportált a kamera. Na, és itt van egy rövidebb út, de ha nem tudok feljutni, akkor marad a nehezebb vérdisznós rész. Na jó. Nem akar nekem kegyelmezni a játék. Akkor marad a vérdisznós rész. I don't care. Legfeljebb meghalunk egyszer-kétszer. Életünk az van bőven. Itt ezt kell lenyomni, hogy lejöjjön az a platform, és várni kell egy picit. Mert föl fog jönni, és amikor elkezd lejönni, akkor kell ugranunk, és akkor oda kell időzítenünk magunkat. Oh! Oké, ez véletlen volt. Jól van, ezt a kalandot is át kell fordítani, és megint várni kell egy kicsikét. Ha a kamera is azt akarná, hogy sikerem legyen, jól van. Itt is kapaszkodni kell. Azért spammeltem össze-vissza a speedrunnál a B-gombot, mert nem mindig fog rá alapból a vérdisznó. Tehát ne csak akkor próbálj meg ráfogni ezekre, amikor kijelöli, mert akkor nagyon kell koncentrálnod arra, hogy mikor jelölte ki, meg mikor nem. Ah! Tehát, hogy az az egy másodperc, amikor kijelöli a cuccot, amire rá kell kapaszkodni, az neked nem lesz elég, mert olyan szinten gyors, hogy aztán nem fogod időben megnyomni, kivéve ha igen. Megállt a levegőbe a robot. Vagy fogja valami. Ja, fogja valami, oké. Ezeket meg kinyírhatjuk, ha akarjuk, de van itt egy robot odagoló. Tehát, hogy én azt hittem, hogy először ezeket kell kinyírni hozzá, de rájöttem, egyáltalán nem fog tovább engedni, ezért kerestem valami könnyebb kiütet, és rájöttem arra, hogy... egy élet. Várjál! Ja nem! Nem ide kell menni! Először ki kell nyírni az ellenfeleket. Ha engedné a játék. Na! Jó, mondjuk ezt nem így akartam. De most már... Fuck you. Na, nem sikerült ezt a trükköt bevennem, amit eddig szoktam. De nem baj. Előre meg nem tudunk vetődni, mert elkapott a lézere. Eltalállak. És egyszerre kettőt is eltaláltam. Ezt nem állt szándékomba, de jól van, örülök neki. Nem tudsz előrébb vetődni? Vagy azt az Y-nal kell előrébb vetődni, amikor ütsz? Mindegy, majd meglátjuk.
Nem erre gondoltam, de ez is menő volt. Aucs. Ha nincsenek maxol lennél a pályánál az életpontjaid, akkor nagyon nagy bajba leszel a vérdisznós részeknél. Különösen a titanes részeknél, mert azok meg még igazságtalanok is. De már alapból úgy jöttem ide Eggmanlandre, amikor másodjára vittem ki a játékot. Mert tudnotok kell, hogy kétszer is kivittem, csak egyszer ugye nullázta a mentésemet. Valamiért. Azért, mert nem működik tökéletesen az Unleash-nek a mentés. Én egyszer aztán nullázta még egyszer. Bár nem nullázta azért. Nem nullázta. Annyira. De mostantól próbálok erre jobban odafigyelni. Le is kapogom. Nem mondjuk, ha nem talán ennyiszer. Na. Itt meg nagyon jól kell időzítenetek. És lesz egy olyan rész, ahol te csak véletlenül tudsz ráesni valamire. Tehát, hogy... És nekem most véletlenül sikerült is ráesnem. Nem oda középre kell, hanem lesz itt alatta is valami, amire rá kell. Most vigyázni kell, nehogy ránk lőjön ez a... Jól van. Ennél a résznél én mindig megdöglöm. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én ennél a résznél mindig meg szoktam dögleni. És már több szonikos, sima szonikos rész nem lesz, ha jól tudom. De nem vagyok benne biztos. Vagy te, még lehet, hogy lesz egy. Egy még biztosan lesz, szerintem, de... De nem, lehet, hogy most jön a titanes boss fight. Nem, most kell ezeket a keresgélni itt, mert kicsikét becsapós, és a harmadiknál lesz, ha jól tudom, a switch. Aha, és ott is van! Az emlékezetem ismételten nem hagyott cserben. Max a robotok fognak, hogyha kinyírnak. És pont cutscene közben sebzett le az egyik. Na, és most jön akkor a titanes boss fight. Na most annyira nem döglött... Várjál! Na, ütéserősítők nélkül ne menjünk ide. Na, ez a titan boss fight nem lesz könnyű. De használok hozzá Unleashed módot, mert még lesz kettő darab titan boss fightunk ezen kívül, ahol szintén adni fog majd ütéserősítőt, amivel újra fel tudjuk támasztani a... Pedig még shieldem is volt a vérdisznónak a képességét. Critical hit-eket is használhatunk, de minek? Jól van. Meg alapból adott is izét... pontot. Jól van. És akkor most gyorsan ezt... fölhúzzuk, és a dupla titan boss fight fog következni, ami nem lesz könnyű. És arra van a templom, ahova kell menni. Konkrétan. Tehát a játék sztoria szerint. Az. És ez gyorsan is meg... Ez gyorsan megvolt. Az viszont már löki a cuccokat. Itt vigyázni kell, mert... Mert vigyázni kell. És ha közel van egy varázsló, akkor az újra tudja tölteni ennek a... És közel is van, úgy újra tudja tölteni a Titannek az életpontjait. De ezt már nem hagytuk meg neki. Már kinyiffant. Most már csak ezeket pluszból... legyilkolom. Jól van. XP-kre nincs nagyon szükség, mert már maxolva van minden. Jól van. És szerintem új rekord, de S-rank nem lett, mert ahhoz nem kellett volna megdöglenünk kétszer is. Tehát, hogy arra jár az S-rank, ha egyszer sem murdálunk meg. Konkrétan. Tehát nem érdekli már a gyűrű mennyiség sem. Igaz, new rekord lett, aminek nagyon örülök. De már nincs mit fejlesztenünk hozzá. Na. És akkor... Még egész sok időm maradt, ha nem fagy ki a kamera. Szóval, akkor most a kettő télzes pályát fogom nektek megmutatni. Az egyik Eggmanlandnél lesz ugyanúgy, de a másik Spagóniánál. Ja, de mondjuk nem az éjjeli résznél, hanem a nappali résznél kell keresnem. Természetesen. Ennek is van külön ötlete. Ezt annyira nem szerettem, amikor nem jöttem rá a lényegére. De a
amúgy meg jó, jók benne az ötletek. Na. Akkor el is mondom, mit kell itt csinálni. Feltéve, hogyha véget ér ez a cutscene. Na, ezeket a kis ellenfeleket kell kiütni. És... jó van, még megvárom a cutscene-t. Na. És battle mode-ba átváltam... a tornádó, vagyis Téleznek a repülője. És amúgy Télez tornádó egynek hívja. Na mindegy, erre még majd visszatérünk. Szóval, ellenfeleket kell kiütögetni, különböző gombkombinációkkal. Azt hiszem már itt se jön. Tehát hogyha mondjuk... tehát van mindenféle gombkombináció, és... és amiket meglátunk, azokat kell lenyomni, és akkor tudunk lőni. Van a jobb alsó sarokban az energia, ami annak a függvényében töltődik fel vagy le, amennyit lövünk. A shield pedig nem töltődik fel magától, hanem ha megsebződünk, akkor fogy. És megsebződni úgy tudunk, hogy eltalálja valami a tornádót. És ha összes shieldünk lemegy, akkor meg lezuhadunk a fenébe. Fú, valamelyik Sonic YouTubernek ez a channel introja, ez a zene. Remixelve. De most nem tudom melyik. Talán Sonic Centralnak volt a régi channel introja, nem tudom, már nem emlékszem. Már nem tudom ki volt az, de már nem is érdekel. És ez a játéknak a bétájában sokkal gyorsabb lett volna. Csak rájöttek arra a készítők, hogy ne mindig legyünk annyira borzasztóan gyorsak a játékban. Mert ez egy idő után irritálhatja az emberi agyat, konkrétan. Tehát a nappali pályák azok olyan gyorsra sikerettek, hogy ezt is olyanra akarták. Mint hogy nappali pálya lenne. És végül is nappali pálya, csak télszel. Télsz repülőjével. És háttérben meg Apotosznak a szigeteit láthatjuk. Eggman lennél valami kamu textúra lesz ott, ha jól emlékszem. Bár ez is elég kamu textúra, tehát eljutni ide nem lehet, azok csak optikai csalódásból vannak itt. Amik kicsikét homályosak, bár ebben a felvételben szerintem minden az lesz, amik kicsikét homályosak a háttérben, azok mind optikai csalódások. Na, és akkor most fog jönni... aha! Most fog jönni, jól van. Itt is meg kell küzdenünk Eggmannel. És ennek... ja. Eggman robotja figyelmezteti is arra, hogy azért még nincs teljesen kész, ez még csak a prototípusa a robotnak. Most nem olvastam el, hogy hívják, sajnálom. Na, és azt éppen, hogy kilőttem. Na, és ha mutatja, a francba elkéstem. Hogyha mutatja, hogy középe, hogy közepébe kell belecélozni, tehát hogy ilyen nagy, ha figyelitek annak a cuccnak, amiből kijönnek majd a... amiből a rengeteg ilyen cucc kijön, tehát annak a robotnak a közepéből, hogyha letök betűt, vagy valamilyen gombot, akkor azt meg kell nyomni. És akkor tudjuk sebezni konkrétan. Tehát ezzel még nem sebezzük, hogy kilőjük a rakétáit. Ah, fuck. Ah, kétszer is megsebződött. Ne. Ah, francba. Hát szerintem itt egyszer biztosan meg fogunk dögleni már, hogyha ezt most elcsesztem. Y-t középre is szép... Aj, ne már. Jól van, már biztosan meg fogunk halni egyszer. Már biztosan. Már a semmiért küzdünk. Mert nem figyeltem eléggé. Közepét figyeltem, nem pedig azt, amit kellett volna. Y, jól van. Nem akarom el kiakadni, de talán meg lesz. Már füstöl a megmengép. Még kétszer bele kéne sebeznünk, ha engedni a játék, és akkor talán megadná magát.
Mert itt még nem lesz annyira bonyolult és nehéz. Itt meg vigyázz, mert attól még, hogy elfordult a kamera, attól még ugyanúgy fog lőni Eggman. Fú, és ezt nem tudom, hogy a bétában hogy képzelték el gyorsítva, de szerintem rohadt nehéz lett volna. Ah, oh, fuck. Ne! Aj, ne! A, B, A! Jó van, egy kell már csak. De már alig állunk a... Már füst a tornádó is, már nem fogjuk kibírni. Ah! Oh, fuck! X! Azaz! Éppen hogy kibírtok, jól van! Na, ezt nevezem izgalmas küzdelemnek. Oké, okay, le fog zuhanni Eggmannek a... robotja. Oké. Okay. Ezt meg már nem én irányítom. Tehát alapból a tornádót sem én irányítom, csak a fegyvereit. És most meg fogjuk látni Spagóniát a háttérben. Jéj. Arank! Hogy lett ez arank? Annyiszor meghaltam, mint a rohadt élet. Hogy lett ez arank? Nem tudom, de mindjárt meg lesz az S-rank is. Jól van. És Eggman lennél is lesz egy ilyen rész. De az már C-rank lett alapból, tehát már csak B-re tudnánk felvinni. De nem hiszem, hogy ez sikerülni fog, mert elég nehéz lesz. Na, és most ti az arcát figyeljétek. Mert... most figyeljétek ti az arcát. Most. Nem most, most. Most, amikor látja, amikor látszódik előről. Nincs meganimálva rendesen. Eléggé broken. Jól van. Ugyanaz a feladatunk, csak most picivel nehezebb lesz. Az Eggman-lendes, sötét, smogfelhős háttérrel. És hogy őszinte legyek, ez a zene nekem jobban tetszik az előzőnél, mert az előző túlságosan derűs, de itt már konkrétan olyan ez a zene, olyannal remixelték át, amúgy ugyanaz a dallam szinte. Olyan ez a zene, mint hogyha már tényleg a végső leszámolással küzdenénk, és tökre átadta azt az érzetet, és... mert felkészít minket arra, hogy a végső leszámolás még csak most jönne. Bár szerintem a kérdezős pályákat jobb lett volna előbb megcsinálni, mert akkor még értelmet is nyert volna, hogy közeledünk Eggman lent felé. Anya! Ja, és hogyha mellé nyomnánk, akkor nem az van, mint a Quick Time eventeknél, hogy már rögtön jönnek felénk. Hanem enged még tovább próbálkozni. De azért vigyázni kell. És a Sonic 4 szerintem innen koppintott. A Sonic 4 epizód 2 a TSS pályák az innen koppintotta. Szerintem. Jó, az nem volt ennyire gombnyomkodós. Csak gondolom én, mert kicsikét olyan a design. Mármint, hogy a repülőnek. Tornádónak. Ja, elvesztek a kombóink akkor, hogyha mellé nyomunk. Jól van. Zseniális. Nem tudok mit kommentálni. Ez kicsivel hosszabb, mint az előző. De cseppet sem rosszabb. Azaz. Az nagyon szép volt szerintem. Most jön Eggman? Nem most jön. Már annyira boss úszomjas vagyok. Értitek, boss. Ah, ne. Jól van. Most jön? Nem most jön. Nem sikerült, nem baj. Scort, jó scort már biztosan nem fogunk rákapni. De I don't care. Most jön? Végre! Jól van. Végre.
Jól van, igen, azért nem kell elszállni magadtól, Sonic. Bár ezt mondhatnám a Sonic Colors-beli Sonic-nak, fuck. Ezt mondhatnám a Colors-beli Sonic-nak, mert ő az már nagyon elszállt magától mióta már nem Roger Jason Griffith szinkronizál addig, vagy Jason Griffith, bocsánat. Jason, mióta már nem Jason Griffith szinkronizálja Sonicot, azóta tudhatod meg, hogy mennyire szarok a... Egyrészt mennyire szar Sonicnak a szinkronhangja, hiába próbálkozott a Frontiersnél, csak öregebbnek tűnt szerintem azzal, hogy elmélyítette a hangját. Ez az őszinte véleményem. Y, jól van. Your level. Most már vigyázni kell. Y! Azaz. Talán még egy vagy kettő is már megbőglik. Jól van. Csodálatos. Ez az, erre vártam. Küldj felém ezeket a rohadt kis ellenfeleket. És meg is döglött, jól van. Ez az. Cool. És ott látni egy mellendet. És ott legalul meg ilyen kicsikét kamu textúra van, de szerintem felvételben ez nem látszik. C-rank lett, sejtettem. Eddig is az volt. Jól van, menjünk is tovább. Itt fejleszteni nem is tudtuk. Nem is engedett a játék, de nem baj. Nem is volt rá szükség. És szerintem akkor ennyi volt. Tudjátok mit? Hogy ne érjen olyan hamar a véget a videó, ezért mutatok néhány speedrun trükköt. Nem fogom az összesen megmutatni, csak néhánynál. Hogyha a driftet nyomkodjátok össze-vissza, akkor nagyon be tud gyorsulni Sonic. És ezt figyeljétek! Nem, hogyha lenyomjátok mind a két drift gombot és a jobbra-balra gombot nyomkodjátok, azt akkor tudjátok előidézni. Ezt pedig úgy tudjátok megcsinálni, hogy először megnyomjátok az X-et, aztán gyorsan az A-t. Ez is kicsikét trükk. És ennél a résznél meg ugrotok. És akkor picivel gyorsabb lesz. Bár ezt szerintem mellett, hogy megmutattam. És kb. Itt ennyi a trükk. Itt is ugyanazt kell, mint amit az előbb, az enemy résznél. Ez csak úgy poénból csinálom egyébként, ez nem része a speedrunnak, amit most csináltam. Na és hogyha a... így! Ez az! Így tudod rácélozni magadat a grindra. Ez nem olyan egyszerű. Én azt hittem, hogy megdöglöm rajta. De sikerült felvennem. Igazából ennyi a speedrunnak a lényege. Bár ennél már jobb időrekorddal is szerintem megcsináltam. Erre leugrasz. Ugrasz. Le. Egy kis csalás fog következni. Azaz. Not bad. Nagyon gyors. Mert szerintem nagyon gyors. És én pont ezt élvezem benne. Azaz. És most végre sikerült egy ellenfélbe sem beleütköznöm, miközben csináltam ezt a trükköt. Jól van. Ez kicsit lassú volt, de nem érdekel. Talán lesz új rekordom? Nem? Nem lesz, az a baj. Az a baj, ennél már jobban is megcsináltam. Különösen, még el is megyek a goring mellett. Már nem lesz az új rekord. De az S-rank megvan. Minél tudnék még trükköt bemutatni?
Empire City-nél már mutattam egyet. Spagóniánál is. Nem tudom, Adabat! De az nagyon nehéz lesz! Azt többször is el fogom rontani. A speedrun-t. Jól van. Here we go. Lehet, hogy nem fogok ott olyan sokat pofázni, mert megkoncentrálni kell. Ha alapból indulástál megnyomod az előre kilövő gombot, akkor tudod megcsinálni, ezt pedig így át kell ugrani. Ez most nem úgy jött össze, hogy én akartam, de nem baj. Itt meg van egy olyan glitch, hogy ki lehet repülni konkrétan a pályából. Ez gyorsabban is meg lehetett volna. Most egyébként csak trükköket mutatom, tehát most nem így ilyen real-time speedrunokat fogtok látni, hanem csak trükköket mutatok, amikből nem biztos, hogy mindegyik bejön. Ezt nézd! Ez például nem jött be. Próbáljuk meg újra. Ezt szeretem a speedrunolásba. Mindig ér valami... Mindig ér valami meglepetés. Go! És úgy tudod még gyorsabban kilőni magadat, hogyha egyszer elnyomod az X-et meg az Y-t. Jaj! Ezt már most elcsesztem, ez már úgy retek, ahogy van. Bár kb. Az előbb is kb. Ugyanannyi időrekordom volt. Jól van. Na, ezt gyorsabban is meg lehetett volna. De mondjuk mutathatnék még extra pályákat is. Tehát, na mindegy. Na jó. Oda kéne rá homingetekkel, nem, de nem mindig érzékeli homingeteket. Mert távol vagyok. Szóval inkább mutatok extra pályákat. Mert vannak extra pályák bőven, nappali extra pályákat még hozzá. Néhányat megmutatok, hanem az összeset. Na, van ez a grindolós. Ne! Az nem jött össze. Semmi baj. Élünk a lehetőséggel, megpróbáljuk újra. Ezeket a pályákat, meg úgy tudod... Nem igaz! Nem baj. Na. Maga én is mosolyogok magamon, hogy már ezt elrontom. Na, így kellett volna. Na. Ezeket a külön pályákat úgy tudjátok megtalálni a játékban. Ne! Úgy tudjátok megtalálni a játékban, ez az csúsz vissza, nagyon sokat segítesz Sonic, hogy keresgéltek az ilyen nem olyan nyílt hub világoknál, hanem a pályakeresős hub világoknál, ahol az alappályákat kell megkeresni. Ott kerestek még aktokat. Mert vannak még ha nem is olyan sok, például Apotosznál már alapból adott 2 akt, mert az egyik a tutoriál volt. Nem érdekel. Megcsinálom újra. Véletlen le is screenshotoltam, de nem mentem el. Addig nézzetek egy kis háttért. Mert gyönyörű. Igaz, optikai csalódás kb. A fele. Ahol a grind van, az nem. De kb. A fele optikai csalódás. Na, és ha már itt tartunk, van egy-két olyan rész, ami nem optikai csalódás ennél a pályánál, mert valaki talált... Na jól van. Megpróbáljuk újra. De nem értem, hogy mit rontok el ezen. Kis milliószor megcsináltam, már biztos ennél nem kéne pofáznom annyit, de nem baj. Valaki talált egy konkrét rugós részt, ami el volt rejtve. És ha már itt tartunk, akkor
feltöltöttem az Xbox hálózatomra egy olyan glitchet, olyan spagóniás glitchet, már hogy nem teljesen olyan glitch volt, hogy, na, akkor ezt most gyorsan elmondom, mert itt koncentrálnom is kell. Na szóval, találtam egy olyan glitchet, hogy a kamera, van ez a rész a Spagonia Hub világnál, amikor van az a stompolós cucc, és a kamera véletlenül elfordult, és a házak mögött volt egy másik stompolós cucc, ami már le volt nyomva, de nem, semmilyen formában nem tudunk hozzáérni. Itt arra következtetek, hogy lehet, hogy az oda került volna, de aztán elrejtették. És szerintem azt fel is töltöm szimplán, mert lusta vagyok átmenteni gépemre majd a telefonomra azt a videót, szóval majd azt is felveszem. Mint ahogy a glitcheknek a felét, amit eddig YouTube-ra feltöltöttem. Jól van. Mondjuk ez akkor igaz egy challenge, hogyha még boostolsz is közben. Az mellé ment! Na jól van, fuck you. Már nem csináljuk meg többször. Pedig ott lett volna már a pálya vége. Mutatok egy spagóniát, vagy egy ilyen külön spagóniás részt. Egy nagyon aranyos kis küldetés. Meg kell találnunk a csáókat. Tudjátok, mik azok a csáók? Na, majd mindjárt megmutatom. Az a kis élőlény, ami ott jön utánunk, az egy csáó. A Sonic Adventure korszakban voltak nagyon... nagyon, hogy mondjam, népszerűek a csáók a Sonic univerzumban. Azt elcsesztem, de legalább ráestem a platformra. Már beszélni sem bírok. De bírom, hogy még a spagóniánál még ez is részletes. Itt az összes csáót meg kell találnunk, mert ha nem találjuk meg, akkor kapunk egy mission fieldet. Tehát elcsesztik a küldetést magyarul. És még erre is van egy ha... Nem, erre nincs. Majd lent. Oh! Jó van, megpróbáljuk újra. Nem lesz S-rank. Általában mindig restartolni szoktam, de nem érdekel. Legalább egy robotot is találtunk. Csak közben... kicsikét ki van száradva a torkom. Mert mondjuk videózása előtt innom kellett volna. Az a robot meg úgyis el fog minket találni, de nem baj. Itt a csáó, hol a csáó? Aj! Ott lett volna még egy! Ott lett volna még egy, de most már nem baj. Akkor megcsináljuk újra ezt a... Na, ezt hívják trollnak. Kezdjük újra. Nem olyan könnyűek ezek a mellékküldetések, de nem olyan nehezek. Tehát szerintem most itt csak én bénázok. Bár szerintem úgyse fogtok eljutni a videónak erre a részére. Mert nagyon nem érdekel titeket a Sonic Unleashed, de... Fuck it, én akkor is megcsinálom. Mert szeretem ezt a játékot, és szeretem a küldetéseit még akkor is, hogyha ha nem a legkönnyebbek. Mi? Már megint? Már megint megcsináltam azt a glitchet, hogy kirepít ide a robot, de legalább most real-time fel is vettem. Jól van, és ezt most már nem tudjuk újra megcsinálni, ez király volt. Kilökött minket a robot. Eszméletlen volt szerintem. Még akkor is, hogyha nektek nem tűnt eszméletlennek. Na! Long time not see! Tessék! Glitchmaster! Ide le kell... Ja. Ide föl kell ugrani, a csáóját is föl kell... Jól van. Ilyen challenge van a Sonic Generations-ben is, csak Krimmel. Ezt meg kinyírom, mert idegesíteni fog. És még mielőtt elrontanám, átmegyek erre a részre. Egy gyűrűm van. De whatever. Ah! Jól van. Ott fönn is van! Jól van. De legalább nem zuhantam le a mélybe. Ide kell. Most kisebb, nagyobb síróruhamokat kaptam volna, hogyha leestem volna, de szerencsére vissza teleportál a platform. Mondom, jól van. Most. Jól van. És készen van.
küldetés teljesítve. És jönni is fognak a csávók. És emlékezett az S-rank is. De aranyosak szerintem. Csak egy kicsikét gáz, hogy így belemizélnek a kamerába, de amúgy tök cukik. Meg Chip is, ahogy pózol. Jól van. Melyik mellékküldetést csináljon meg még? Dragon Road. Mindkettő jó. Mindegy, Act 3, mert az nehezebb. És én szeretem a kihívásokat. Aztán talán még egy challenge-et megcsinálok. És utána már lezárom a videót. Ez már csak időhúzás. Szerintem. De legalább méltóan búcsúztatjuk el a nyarat. Na, és ha már nyárnál tartunk, akkor szerintem ez nem volt olyan rossz nyár. Lehetett volna jobb is. Néha voltak unalmas pillanatok, de... Oh! Azt hogy csináltam? Az véletlen volt. Ennyire meg az a speedrun trükk, hogy amíg tölt a játék, addig nyomod előre a gombot, és így láthatatlanban megnyomod a light-est. Ja, meg a kamerát is véletlen mozgattam, de most már nem izgat. Na. Nehezebb, de jobb. Oh. Korán szóltam el. Oda nem merek átugrani, mert instant leesek, hogyha rosszul időzítem az ugrást. Tehát maradok a lassabb, de biztosabbnál. Nem lesz ez speedrun. Nem is akartam, hogy az legyen. Egyefene! Ne! Ah, franc. Ezt is szarul időzítettem, de most már nem izgat. Oké, akkor most várunk egy kicsit. Ugrás. Na szóval, egész jól telt a nyár. Voltak unalmasabb pillanatok is, ott tartottam. De azért nem sikerült még kimaxolni. A nyarat úgy értem, oh fuck, most meg ezt talál el. Na. Szóval, lehetett volna tökéletesebb is ez a nyár, de senki és semmi nem tökéletes. Ezt akartam kihozni az előző mondatomból. Mondandomból, úgy mondom inkább. Szóval, ja. Várunk egy picit. Ugrás. Mondjuk így is csinálhatjuk, ez is taktika. Állunk, aztán úgy ugrunk, de nem. Így jobb. Így meg vigyázni kell, hogy hova ugrasz, mert ha nem nyomod az előre gombot, akkor kis szerencsével leküld téged a mélybe. Oh! Jól van. Az homingetekkel is meg lehet csinálni, mert akkor is lágyással fogom. Ja, mondjuk, mert ennél az aktnál a alapból nincs meg a lágydás képesség még. Nekem megvan, de hogy amikor, de ez a pálya, ez még akkor volt a történetben, amikor még nem volt meg a lágydás képesség, és azért van ott a homingetek lehetőség is. Hát sejtettem, de ez S-rankra is megvolt egyszer. Csináljunk egy utolsót, egy könnyűt. Eric Sands. És akkor ezzel fogok búcsúzni. Szinte 47 másodperc a rekordom ennél, de nem fogok speedrun-t. Kivéve, ha igen. Itt főleg a wall jump-ra mennek rá. De egyébként nem kell megvárnod, míg lejön az a gomb. Ha neked jó a szemed, és látod azt, hogy milyen gomb van a wall jump-os... Oh, fuck! Milyen gomb van a wall jump-os cuccon, akkor neked menni fog. Kivéve, hogyha... Akkor, majd úgy értem, hogy akkor nyugodtan legyomhatod azt a gombot. Kivéve a kérdőjeles van rajta, mert akkor várd meg, mert nem tudhatod, hogy milyen gomb lesz ott. Mert a kérdőjeles tudsz, az mindig más gomb kombinációt mutat.
Y-on. B. Yeah. Set me free. A. 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 Bocsánat. XB. LB. LB, B, LB. Jó, hát nem volt olyan nehéz, és itt a pálya vége. Yes. Na, ha ez időrekord lett, akkor megeszem a nem létező kalapom, de nem lett az, de S-rank viszont lett. Na jól van. Ennyi lett volna ez a videó, amúgy se sokáig bírja már a tárhelyem. Én Zsombor voltam, sziasztok! Legközelebbi videónkban találkozunk.